A 2018-2019-es tanévben a Debreceni Egyetem egészségügyi kara az egészségügy és a szociális munka területén már hagyományosan meghirdetett képzései mellett új szakokat is kínál a jelentkezőknek. Ilyen például a tavaly akkreditált életvezetés koordinátor elnevezésű 2 féléves szakirányú továbbképzés, amelyre elsősorban az idősellátásban dolgozó, idősekkel foglalkozó szakembereket várják, valamint újdonság még az angol nyelvű képzés és az egészségügyi tanárképzés is. Szeptembertől pedig a szociális munka alapszakot duális képzésként indítják majd. Azon szakmákban, és ezek közé tartozik, mind a szociális munka, mind pedig az egészségtudomány területén oktatott többi tárgyunk is, általában a segítő szakmákhoz tartozik, amelyek legtöbbször nagyon gyakorlatorientáltak. Tehát az a jó, amikor valaki kikerül az egyetemről, és tud dolgozni, és nem azzal kezdi a munkáját, hogy megtanulja, hogy tulajdonképpen milyen munkát is kell elvégeznie. Ezért jók ezek a duális képzések is, hiszen itt egy picit még jobban átbillen a gyakorlat területére. Csak egy példát mondok, hogyha eddig 60%-ban volt elméleti óra, és 40%-ban gyakorlat, ez talán éppen úgy megfordul, és inkább 40%-ban lesz az elmélet, és 60%-ban a gyakorlat. Az egészségügyi karra jelentkezők száma az elmúlt években körülbelül 150 hallgatóval csökkent. Ennek az volt az oka, hogy megemelkedtek a ponthatárok, valamint a kötelező emelt szintű érettségi is nehezítés volt. Az iskolában végzett hallgatók elhelyezkedési aránya azonban jónak számít. A friss diplomások 90%-a fél éven belül képes elhelyezkedni, egy éven belül pedig a további 10% is munkát talál, tette hozzá a dékán. Az elmúlt évben több pályázatot is sikerült nyernünk, nem is kevés pénzért. Ennek kapcsán több területen sikerült, illetve sikerült fejlesztenünk, ez folyamatosan még most is tart és megy. Van például lehetőség új laboratórium kialakítására, amelyhez nyertünk 2 különböző pályázatot is, tehát eszközállományt is tudjuk fejleszteni. A fejlesztés részeként új munkatársakat is szeretnének alkalmazni az egyetemen, akikkel olyan kutatásokat is végeznek majd a közeljövőben, amely segíti az intézményt, hogy egészségtudományi karrá váljon. A beruházás másik részeként új szimulációs eszközöket vásárolnak majd, amelyek segítségével a gyakorlati oktatását fejleszti az egészségügyi kar.